Szeretném összegezni az eddigieket. Fölteszem ide magam a kaszát, aztán elballagunk előre. Hát ugye itt egy nagyon elhanyagolt árok volt. Önkormányzati terület. Önkormányzatok adtuk a megbízást. Még mielőtt a nagyon-nagyon kritikus emberek elkezdenék mondani, hogy ezt szebben is lehetne, meg mit tudom én mi. Így kérték. Többféle árajánlatot adtam be, különböző munkafolyamatok elvégzésére. Gyakorlatilag itt azt kérték, hogy a fás szárú növényzetet távolítsuk el az árokból. Emellett mi még pluszba, jobbra-balra egy kicsit lekaszálgattuk, amennyire lehetett. Megpróbálom megmutatni, hogy milyen minőségben, tehát milyen volt előtte, tehát ilyen, tényleg ilyen fás, elfásodott növényzet több száz méteren. Azt azért mondjuk meg, hogy több száz méterről beszélünk. Különböző eszközöket vetettünk be, még mielőtt valaki azt is megpróbálna, vagy megelőzzük, mielőtt valaki felhívna a figyelmünket arra, hogy hogyan is kellett volna. Tehát mi használtunk itt három águkést, használtunk fűrésztársát, fűkaszára, használtunk damilt is, különböző, nem egy kaszába jöttünk ide, tehát azért azt mondjuk el, és láncfűrészt is használtunk. Amikor becsípődött a lánc, akkor nem biztos, hogy azonnal visszaraktuk, hanem levettünk egy másfajta gépet, és akkor dolgoztunk tovább, pontosan azért, hogy ez a feladat, hatékonyságról beszélünk, akkor hogy ez a feladat még a mai nap befejeződjön, mert akkor hatékony egy munka, hogyha tervezett időpontra és a rászánt energiával be tudjuk fejezni. És így lesz az. Na. Igaz, Attila? Videóban vagy? Na, leesett a lánc, pont. Na, pont jókor. Ja. Most már van egy olyan 15 méterünk hátra. Ebből a mindjárt megmutatom, hogy milyen növényzetből. Mert hogyha már egyszer itt van a telefon nálam, akkor megpróbálok egy kis filmes megemlékezést erről a munkáról. Így jönnek ki. Ez van az árokban. Többé-kevésbé. Különböző minőségben. És vastagságban. Ahol lehetett, ott ugye kaszával megoldottuk. Itt most tényleg az lesz, hogy az egyik oldalról az Attila, másik oldalról meg majd én megindulok láncfűrésszel, és ez lesz a finító, ez lesz a finish. Tehát ott az a fehér autó áll, onnan, és onnan, ahol én eljöttem, ott, ahol a földút kezdődik, ez a több száz méteres szakasz, mindjárt befejeződik. Úgyhogy aztán lehet, persze, most fiúk, lányok, különböző eszközökkel lehetne csinálni, akinek olyan eszköze van az azzal, akinek olyan az azzal, mi nekünk ezek az eszközeik vannak, mi ezzel csináljuk, amit bele tudunk még pluszba tenni a saját szorgalmunkat, meg a lelkesedésünket. Csináljuk a melót, aztán lesz, amilyen lesz.
És illetve bocsánat, rosszul fogalmazom, nem lesz, amilyen lesz, hanem lesz olyan, amilyennek kérték. Inkább így mondom. Tehát most nem kérték ennyire szépre, mint ahogy amilyen szépre mi most csináltuk. Idézőbe téve. Mert tudom, hogy van. Persze, miért lenne, van, aki sokkal szebbre is megcsinálja. Meg gyorsabban, olcsóbban, hatékonyabban. Mi nekünk. Így megy ez. Ezekkel az eszközökkel, ezzel a vehemenciával. Hát gyakorlatilag most már csak ennyi van hátra. Ez a kis 11-2 méter. És akkor elkönyveltük, hogy elkészült. Na, bozót, írtás, pont. Lebaszta a láncot, nem? Na várjál. Ugye, akkor ez is. Sűrű bozótosba, becsípődés. Aki ért hozzá, az is tudja, hogy előszorul. Én nem, hanem meg úgyse tudod elmagyarázni. Az meg nem ért hozzá. Hát jó van, gyerekek. Van olyan, hogy úgy megfogja a fürét, hogy alig tudod kivenni a fürét. Be akar a fék alatt. De nem az a lényeg, öcsi sajt, hanem mi? Van hátra kb. 8 méter. Ennyi. Yeah! 300-ból, vagy mennyi ez? Faszom tudja. Sok. 1526 mérföld. Hát. Jó pár méter. Ja. Hát na jó van. Csináljuk. Megcsináljuk a láncot, aztán folyt köv. Így jön le a lánc, és legalább látjuk. Csak most lassítva. Igen. Ugye alá kap egy kis cumit, aztán már vége is. Levezeti szépen. Igen. Ezt most meg kell. Hiába húzod meg feszesre, akkor is. Az áttörés következik mindjárt. Áttörés, meg! A láttörés, gázszakadás! Péntekre ennyi, nem? Az igen, péntekre azért elég kemény.